Palicson a népkonyha használói meg vannak elégedve a meleg étel mennyiségével és minőségével is. Tudtuk meg egy nyugdíjastól, aki tavaly óta áll minden nap a sorban egy tál meleg ebédért. Elmondta, a nyári szünet után már várták, hogy ismét biztosítva legyen a napi betevő. 2 hónapig nincs szabadság. Akkor hogy tudták megoldani a meleg ételt? Úgy, kis munka. Mindenki dolgozik. Kapálok, ások, ugye, szénhordás, pahordás. Most sokan mentek almát szenni, úgyhogy azért most elég kevesen. Jól jön az embereknek? Hát, szóval most nagyon. Most magyar, meghíztam. Mi a kedvenc étele? Jó, neki minden jó. Megmondom őszintén, én nem vagyok válogatós. Bab is jó. A Palicsi Deák Gizella már 10 éve önkéntesként osztja az ebédet a népkonyhán. Gizi néni, mivel anyagilag nem tud segítséget nyújtani a rászorulóknak, így az ételek kiosztásával igyekszik kivenni a részét a munkából. Az ebédet osztom szét, de viszont mint önkéntes, itt a helyi közösségben munkaakció tevékenykedünk. Hány ember jár ide minden nap? 87. Szóval nem úgy kell érteni, hogy 87 személy sorakozik, hanem aki visz egy ebédet, visz 4-et, 6-ot, legtöbb, aki 6-ot visz, és akkor annyival kevesebb ember van itt, nem állnak annyian sorba. Szükségük van az embereknek erre? Nagyon, nagyon nagy szükségük van rá, mert van akinek. Hát, megmondjam őszintén, van olyan ember, aki ide jön, kukázik is, szedi a szemet ki a kenyeret, vagy a piacon hagynak itt neki valamit az asztalon, amikor elmennek, és megy szedi össze. És legalább ez az egy tál étel van nekik, meg az a fél kenyér, amit kapnak. Na most van olyan dolog, amikor elmennek az emberek szólnak, hogy mennek 1-2-3 napot almát szedni, akkor nem bír eljönni, vagy másnak odaadom, hogy elvigyen neki haza, és akkor így aznap nem marad ebéd nélkül, vagy így szétosztom a többiek között, ha valaki kórházban van, persze annak nem bírom beküldeni. Ön mit lát? Többen vannak egyre, akik rászorulnak a népkonyhára? Igen, többen vannak, de viszont van olyan, hogy aki valóban tényleg rászorulna, olyan személyek is lennének, szégyelnek eljönni az ebédét, mert úgy vannak vele, ledolgoztam azt az ennyi-mennyi évet, és szégyelem, hogy az utcára kerültem, mert a munkám volt, nem az én hibámból kerültem utcára, és szerencsé, hogy van a vöröskörözt, és akkor így még van oldva az egész. Az előző évekhez hasonlóan a népkonyha júliusban és augusztusban nem dolgozott a nagy melegek miatt. Ebben a 2 hónapban a Vöröskeresztben elvégezték a gépek és járművek műszaki vizsgáját, és átmeszelték a konyhát is. Idén 33 helyi közösségben működik a szabadkai népkonyha. Emelte ki Mió Drágváró, a szabadkai Vöröskereszt szakmunkatársa, a program koordinátora. Az idén annyi a változás, hogy 100 emberre többet főzünk, mint tavaly, szóval a városi önkormányzat talált még plusz pénzforrást a budzsetba, hogy tudjon fedni 1200 embernek a napi egy meleg étel porciót. Vannak egyedülállók is, vannak idősebbek, a 60%-a a listákon azok az idősebbek, vagy a nyugdíjasok a kis nyugdíjakkal, ami tényleg a minimális összegekből nem tudnak kijutni. Természetesen vannak munkanélkülik, vannak nagycsaládosok, egyedülálló szülők, sok gyerekekkel, úgyhogy nagyon vegyes a lista. Csak az októberi hónapban észrevettünk, volt 20-30 új ember, aki jelentkezett, aki rá van szorulva valami fajta szociális segédre, úgy népkonyhára vagy a csomagokra is. A téli időszakban a Vöröskereszt is a Gályba, Gály utca 50-es szám alatt tartsa a melegedőt, ugye a Karitasszal, meg a városi önkormányzattal minden télen keresztül nyitva tartsuk a melegedőt. Tavaly 32 ember volt, 32-en meghúzódtak a melegedőbe. Természetesen nagyon fontos azt is megmondani, hogy a városi önkormányzat 31.266.000 dinára támogatja a népkonyha programot. Ugyanannyit a szerbiai Vöröskereszt is ad, úgyhogy 50-50%-os arányba tudjuk ilyen mértékbe futtatni ezt a programot. Szintén itt van a Szociális Munkaközpont is, aki egyetlen egy olyan institúció, aki valakit bír rárakni a listára, vagy esetleg ellenkezőleg levenni a listára. Ezért 200 meleg ételt tudnak kiosztani napi szinten. És említette azt is, hogy egyre többen jelentkeznek. Szükség lenne arra, hogy több meleg ételt tudjanak kiosztani. Erre lesz lehetőség? Természetesen a kapacitások most a Szabadkai Vöröskereszt népkonyhában olyanok, hogy mink tudnék még 350-450 főtételű, vagyis ebédig még pluszba csinálni, szóval 1600-700-ig nem lenne gond. Ugye másik oldalról meg kellene találni a lehetőségeket, pénzforrásokat is, akkor esetleg lenne opció. A jó dolog 2018-ban az, hogy sok adományzóval, sok új olyan szervezetekkel kötöttünk szerződéseket, és tényleg gondolom, hogy lassan
a szabadkai polgárok is az egyik oldalról, vállalkozók a másik oldalról is lássák, hogy bebizonyítottunk, hogy mit csinálunk, hogy csinálunk, és gondolom, hogy bár reménykedem, ugye, hogy az adományokkal is jobban fog menni a dolog a közeljövőben. Lesz-e a Vörös Keresztnek a közeljövőben programja, vagy pedig akciója? Természetesen Vörös Kereszt államban tevékenykedik valamit a szociális programokkal, úgyhogy az október 16-án, 17-én vár ránk a 2100 élelmiszercsomag, meg a 345 higiéniai csomagnak a kiasztása, szintén helyi közösségekben, mint a Vörös Kereszt székházában is. A Vörös Kereszt munkatársa hozzátette, pillanatnyilag 189, 2 és 18 év közötti gyerek van a népkonyha listáján. A napi egy tál melegétel mellett igyekeznek a fiatalokon másképp is segíteni. Szeptemberben az adományozóknak köszönhetően a listán szereplő iskolásoknak sikerült füzeteket és egyéb iskolai felszereléseket biztosítani.